Az ige, amelyet a mai alkalomra választottam, mai napra, amelyen érdemes majd elgondolkodni, a Zsoltárok könyvéből való a 19. fejezet 9. verse. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Két oka lehet annak, hogy valaki száját elhagyja egy ilyen mondat. Egyrészt lehet, hogy valakinek éppen bizonygatja azt, hogy Isten törvénye az jó, és nem kell tőle félni, vagy pedig egyszerűen kifakad belőle a hálaadás szava, és elmondja, hogy mennyire jó, hogy van Isten törvénye, hogy ő gondoskodik rólunk, hogy ő egyengeti az utunkat. Azt hiszem, hogy itt a zsoltáros esetében az utóbbiról van szó, és inkább az érzelmei vezérlik a hálaadás érzése. Viszont ha magunkra vesszük a Bibliának ezt az igéjét, amelyet érdemes azért megtennünk a legtöbb bibliai igénél, akkor egyben bizonygatja számunkra, hogy a törvény az nem csak átok, nem csak egy teher, hanem áldás is tud lenni az ember életében. Gyönyörű kifejezéseket használ a zsoltáros, megörvendeztet, ragyogóvá tesz. Amikor bűnbánatot tartunk Isten előtt és a 10 parancsolat tükrébe belenézünk, akkor általában nem pont ezek a kifejezések jutnak eszünkbe. Hiszen ez egy olyan törvénygyűjtemény, amely igazából, amelyet senki nem tud betartani teljes életében. Innentől kezdve pedig egyenes út vezet a következő gondolatmenetig, ha nem tudom betartani Isten törvényét, akkor szembe kell néznem a büntetéssel is. Ha valóban szembenézünk tehetetlenségünkkel, és a büntetés lehetőségének valóságával, akkor nem jutnak eszünkbe olyan felemelő szavak, mint amilyenek a zsoltárosnak. Ő valahogyan viszont mégis képes volt így nézni Isten rendelkezéseire. Hogyan képes erre? Hogy nem bénítja meg őt a 10 parancsolat, amelynek tükrébe nap mint nap bele kell néznie? Úgy, hogy ő nem átkot, hanem áldást lát benne. Valóban nehéz szembesülnünk bűneinkkel. Tud akkora terhet ránk rakni a bűnbánat, amit már-már lehetetlennek tűnik elcívelni, elhordozni. De egyúttal azt is meg kell látnunk, hogy emögött ott van Isten gondoskodása. Egy adott társadalomnak akkor nincsen szüksége már törvényre, amikor már minden mindegy, amikor már minden elveszett. De Isten nem így tekint ránk, mint az elveszettekre. Ő keres minket, kapcsolatba próbál lépni velünk. Ő próbálja egyengetni az utunkat. Ő nem lát minket elveszettnek. Sokszor ugyan beveti az atyai szigor, de ekkor se szabad megfeledkeznünk arról, hogy minden lépését a szeretet mozgatja. Akkor is, amikor egy-egy hibánk miatt bűnbánatot kelt a törvényével. Nem könnyű élethelyzet az ilyen, amikor gyötör minket a lelkiismeret. Ilyenkor kell igazán odafigyelnünk a zsoltáros szavaira, amikor azt mondja, az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Akkor tudjuk ezt az örömet igazán megélni, ha meglátjuk, hogy az a szeretet, ami ez szavak mögött, a törvény mögött van, az maga az Isten. És mi sem jobb példa arra, mint hogy a törvény mögött valóban ott van a szeretet, ahogyan Jézus összefoglalja a 10 parancsolatot. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Erről szól az egész. Erről szól az, ha valaki kereszténynek vallja magát. Isten meg annyi úton, módon kifejezte már szeretetét Bibliában, a saját életünk lapjait átnézve. De a legnagyobb példa erre maga Jézus. Az, hogy eljött közéd, belépett az életünkbe, és odaadja a legnagyobb kincsünket, a bűnbocsánatot. És őt ebbe semmilyen érdek nem hajtotta. Így joggal buzdít minket arra is, hogy mi is tegyünk így. Szeresd Istenedet, szeresd fele barátodat. Istennek ez a parancsolata valóban világos, és ragyogóvá teszi a szemet. Amen.